Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk következik. A közelmúltban Berekfürdőn a Hubai Biotanyán elhelyezték egy bio vágópont és húsüzem alapkövét, az ott készített felvételeinket vetítjük most önöknek. Tervezgettük, mióta az állattenyésztési ágazatunk megerősödött, és olyan vágó állatállomány áll rendelkezés, amivel valódi módon jelen tudunk lenni a piacon, a kistermelői piacon is, és a saját étterményben, boltjainkban. És úgy döntöttünk, hogy nem várunk tovább, élünk a kormányzat és a Vidékfejlesztési Minisztérium által nyújtott lehetőséggel, és mi magunk is pályáztunk. Úgy érzem egyébként, hogy a környékben ez egy hiánypótló beruházás, és mivel nincs rá példa, hogy termelők vagy kisgazdálkodók fel tudnák dolgoztatni, le tudnák vágatni a saját maguk által tenyésztett jószágokat. Ezért mindenféleképpen ezt a hiányt is szerettük volna pótolni. Magunk példájából, magunk tapasztalataiból tanulva úgy gondoltam, hogy erre nagy szükség van. Felvállaltuk és igyekszünk is eleget tenni ennek a nagyon komoly kötelezettségnek. Ez nem csupán egy vidéki vállalkozás, ez nem csak egy helyi vállalkozás. Ez egy olyan vállalkozás, amelyik egy térségre, egy kisebb térségre kihat. Ez egy olyan vállalkozás, ami példaértékű. Ez egy olyan vállalkozás, ami példaként úgy szolgál, hogy már működő, eredményes vállalkozásként úgymond másolható, vagy legalábbis egyes részei átvehetők. Tehát ahhoz példa kell, ahhoz a jó működő rendszereket meg kell alkotni, hogy utána ez országosan terjeszthető legyen. Közel nettó 200 millió forintos beruházás, és ehhez a Vidékfejlesztési Minisztérium 75 millió forint visszanemtérítendő támogatást biztosít az Európai Uniós mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból. Gyakorlatilag a higiéniai és az egyéb szabályok azok mind azonosak a vágóhidakon betartandó szabályokkal, de mégis van benne némi egyszerűsítés, tehát az infrastruktúrában látszik ez leginkább az épület méretében, a helyiségek számában és a helyiségek méretében, hogy gyakorlatilag ugyanarra a produktumra képes, tehát ugyanazt a minőségű, ugyanazt a nyomon követhető vágást, feldolgozást teszi lehetővé egy vágópont is, mint egy vágóhíd, csak éppen egy jóval kisebb méretben. Itt az áteresztő képességben van a legkomolyabb különbség. Itt mi nem arra vagyunk hivatva, hogy napi 10-20 marhát, meg több száz sertést vágjunk, hanem évente vágunk 50 és 100 közötti szarvasmarhát és közel 5-600 sertést. Gyakorlatilag azt, ami a saját igényeket kiszolgál, és ezen felül, hogyha lesz rá igény, akkor vállalni fogunk a háztáji gazdálkodóknak, a családi gazdaságoknak vérvágást. A Hubai családot már a rendszerváltás utolsó előtti esztendők óta ismerem, ismerjük őket, amikor ide kerültek Berekfürdőre. Egy új szemléletet hoztak a mezőgazdaságba is, meg az akkori változásoknak az egyik elindítója voltak ők, és hát egy új szemlélet, ez a bio szemléletet hozták, és nagyon örülünk, hogy ezt Berekfürdőn sikerül nekik megvalósítani, és szurkolunk, hogy minél jobban ki tudják ezt teljesíteni, hisz ez egy a idegenforgalom miatt nekünk egy fontos terület, hogy egy bio gazdaság, egy bio üzem működjön. Itt egy ügyes színpontja az ide látogató vendégek is szeretik ezt a fajta hozzáállást. Akkor elhelyezem ezt a tervdokumentációt az utókor számára, és ha mindenki elhelyezte a névjegykártyáját és a névjegyet, akkor ezúton az időkapszulát most lezárom. Úgy tervezzük, hogy már az idén
befejezzük a kivitelezési munkálatokat, és megindul a próbaüzem, és amint az Átegészségügyi Hatóság és az Élelmiszerlánc Biztonság, valamint a különböző illetékes szakigazgatási szervek, szakhatóságok megadták az engedélyt, és a próbavágás is sikeres volt, és megfelelő szinten tudtuk hozni azokat az elvárásokat, amik egy vágópont és egy húsüzemmel szemben megvannak, akkor én bízok benne, hogy hamarosan az épület kivitelezésen befejezését követően megkaphatjuk a használatbevételi engedélyt és a működési engedélyt. Innentől kezdve én szeretném vagy legkésőbb a télen, vagy a következő év tavaszán már üzemeltetni. És gyakorlatilag üzemszerűen működtetni a vágópontot és a húsüzemet. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a vágóponti alapkőletételen, hiszen minden ilyen beruházás nem csak a helyi települést, hanem a környező településeket is szolgálja, segíti. Nyilvánvalóan szükség is volt már egy ilyen vágópontra, ami Karcagtól sincsen túlságosan távol, 11 kilométerre, tehát aki szeretne állatot vágni, ezen a helyen megoldhatja. Azért is örülök, hogy itt vagyok, mert nagy tisztelője vagyok a Hubai családnak, végtelenül szorgalmas emberek, és hát a szorgalmukkal, kitartásukkal, igazi kun mentalitásukkal bizonyítják azt, hogy a legnehezebb időkben is talpon lehet maradni, és lehet alkotni. Sok lemondással jár ez, sok veszőtséggel, ami különösképpen a mezőgazdaságban érezheti a hatását, hiszen ott elsősorban a szabad ég alatt kell termelni, termeszteni a növényeket, tenyészteni az állatokat, tehát semmiképpen nem könnyű a mezőgazdák sorsa, élete. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy példamutatóan és példát mutatva dolgozták végig az életüket, ha gondolok a idősebb Huba Imrére és kedves feleségére, és ezt örökítették át a ifjabb Huba Imrére és családjára. Polgármester urak, hölgyek és urak, kedves vendéglátóink! Karcag híres szülötte, Györfi István néprajzkutató, konyhaművészetünket is a népművészetek közé sorolta. Ahogy egy faragott szobor művészi értékét meghatározza a megmunkált anyag minősége, úgy az élelmiszerek minőségét is meghatározza, milyen alapanyagokból dolgozunk. A vágópontok biztosítják a kiváló minőségű alapanyagot, az egészséges, ízletes magyar élelmiszerekhez, a híres magyar konyhaművészethez. Minisztériumunk enyhített a vágópont szabályozásán, hogy megkönnyítse a helyi húsfeldolgozást és értékesítést. A rendelet hatályba lépése előtt Magyarországon 13 vágópont működött. Amióta megjelent a rendelet, újabb 21 vágópont és húsüzem létesítéséhez biztosítottunk összesen több mint 785 millió forint támogatást, ebből a vágópontokhoz nyújtott támogatás összege közel 504 millió forint volt. Az új vágópontok közül 2 baromfi vágással is foglalkozik. Ez azért fontos, mivel a régi szabályozás szerint nem volt lehetőség baromfi vágópont létesítésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A gyorséttermek korszakában időszerű figyelemfelhívásként hangzanak Györfi István 1939-ben leírt szavai. A főzés tudománya nem hanyatlott, csak ritkábban kerül jobb ételekre, néhol pedig egyáltalán főzésre a sor. Kormányzásunk 3 éve alatt gyökeres szemléletváltás zajlott le Magyarországon. Hadat üzentünk a silány külföldi termékeknek, az élelmiszer hulladékoknak, az acskós levesporoknak. A helyi termelés és értékesítés összekapcsolásával elérhetővé vált a friss hazai áru, és megnyitottuk a középkeztetést a kistermelők egészséges és ízletes termékei előtt. A kínálatban tapasztalható minőségi fordulatnak köszönhetően ma már keresik a vásárlók, a háziasszonyok a magyar termékeket. Hazai áruból főznek, megnézik, hogy mit vesznek, és sokkal kevesebb étel vész kárba. Fontos, hogy folyamatosan bővüljön a választék, és helyben előállított, minőségi termékekből készült ételek legyenek a magyar családok asztalain, valamint a középkeztetésben, óvodákban, iskolákban és hivatalokban.
A kis kapacitással dolgozó vágóhidak és hazai húsüzemek előnye, hogy követik a fogyasztói igényeket, és gyorsan képesek igazodni a piaci kereslethez. Erre az alapkőre nem csak egy üzem épül. Ez egy jövőképnek is a fundamentuma. A 200 millió forint összköltségű beruházás a mezőgazdasági termékek értéknövelése jogcím keretében elnyert 75 millió forint támogatással valósul meg. A húsüzemben előállított, magas szinten feldolgozott termékek növelik a családi gazdaság versenyképességét, és tovább színesítik a magyar áruk palettáját. A vágópont kialakítása megkönnyíti a kistermelők helyzetét is, mivel húskészítményt, friss húst ők is csak akkor adhatnak el, ha a vágás a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik. A helyi állattenyésztők beszállíthatják a vágópontra az élő állatokat, amelyek húsát ezután szabadon értékesíthetik, hiszen uniós jogszabályoknak megfelelő vágásból származik. Kívánom, hogy a beruházással váljanak újra valóra Györfi István szavai, melyek szerint Európa ételkultúrájában a magyarnak jelentős szerepe van. Magyar ételeink külföldön is népszerűek, és ételeink nyugatra napról napra terjednek. Gratulálok! Ezután már csak egy kötött programunk van, hogy elhelyezzük az időkapszulát az alapkőben, amivel tudunk üzenni a jövő generációinak, hogyha évszázadok múlva egy új állnál a helyét ennek a vágópontnak, esetleg egy nagyobb, esetleg egy szebb, esetleg egy korszerűbb. Tudjunk üzenni, hogy mi volt a mi célunk, és kik voltak azok, akik ezt az alapkületételt megtisztelték a személyes jelenlétükkel. És lehet, hogy jön majd szebb, jobb vagy korszerűbb, de ma számunkra ez a vágópont és ez a húsüzem jelenti a jövőbe vetett hitet, és azt, hogy nem szeretnénk feladni semmilyen nehézség ellenére, és hogy köszönjük a lehetőséget, amit kapunk a kormányzattól. Mi élni is szeretnénk vele, mert felelősségünk van benne, hogy saját magunkért, a saját eredményeinkért és a jövőnkért tegyünk. Mi ezt az utat választottuk. És köszönöm, hogy most itt vagytok velünk ennek az útnak az elején, és bízom benne, hogy a végén is nagyon sokakkal fogok még találkozni. Úgyhogy államtitkár úr, megkérem, hogy az időkapszulát helyezzük el az alapkőben. Alelnök úr és polgármester urakat pedig, és édesapámat és feleségemet és édesanyámat, hogy kísérjetek el az alapkő helyszínére. Számunkra ez egy óriási lehetőség. Amellett, hogy egy rendkívül nagy megtakarítással is jár, mert havi szinten több millió forintba kerül a bérvágás és a bérfeldolgozás, amit jelen pillanatban vállalkozóval végeztetünk. Elégedettek vagyunk a vállalkozóval, és nem ez indokolja, hogy váltsunk, hanem az, hogy költséghatékonyabbak szeretnénk lenni. És azt a fajta tevékenységet, ami itt ennek a vágópontnak és a kis mini húsüzemnek a keretein belül megvalósítható, azokkal szeretnénk élni. Azokat szeretnénk itt elkészíteni, házias, egyedi, kis családias környezetben olyan ízeket szeretnénk produkálni, amit a helyi alapanyagok, nagyon magas minőségű alapanyagok, a kisüzemi technológia is képesek hozni. Olyan, mintha egy konyhán, egy nagyobb bacska konyhán készülnének a termékek, és ezek a házias ízek, ezekbe visszaköszön majd a mi ízvilágunk, és azok a nagyon finom bio alapanyagok és fűszerek, amivel szeretnénk ízesíteni majd a termékeinket.